A szívet, lelket melengető rendezvényen a helyi általános iskola harmadikos tanulói alkalmi műsorral kedveskedtek a központ által támogatott családok gyermekeinek, majd a télapó kiosztotta a csomagokat. Anyuka nélkül a kisebbek alig ha tudták volna hazavinni a jókora ajándékot. A legtöbben csak otthon, néhányan azonban már a színházban belekukkantottak az acskóba. Valami állatka. Ilyen plüss játék? Igen. És ilyet szerettél volna? Igen. Nem látok rajta köröztő, meg nem is tudom, hogy mi van benne. Majd a kinyitom, majd meglátom. Nagyon szép volt tényleg, mi minden, már 3-4 éve jövünk. Minden évben nagyon szép a műsor, és nagyon nagy örömet tudnak szerezni nekik a gyerekeknek. Az eseményt már 9-szer szervezték meg Magyar Kanizsán. Célunk minden évben, hogy az ajándékok révén eljussunk minden családban, és minden gyermek részesüljön az ünnep melegében. A Szociális Központ a község minden településére eljuttatja a támogatottjaik gyermekeinek járó csomagokat, amelyeket a községi önkormányzat, intézmények, vállalatok és magánszemélyek felajánlásaiból állítottak össze.